Ez a kisfiú és anyukája a Pécsi Gyerekklinika sebészeti osztályán vannak most. A részleg még tavaly októberben költözött át a Honvéd Kórházba, ugyanis a József Attila utcai telephelyen felújításokat végeznek. Az új helyen bár minden feltételt biztosítottak a házigazdák, a falak egyszerű fehér színűek voltak. Éppen ezért kérték fel a Nevetni Kék Alapítványt arra, hogy varázsoljanak egy kis vidámságot a kórházi folyosókra és a kórtermekbe. Körülbelül 50 önkéntes segítette ezt a munkát, és kifestettünk 6 kórtermet, a játszószobát, meg a folyosót, olyan magyar illusztrátorokkal, akik egyébként így a mostani magyar mesekönyvekben szerepelnek az ő rajzaik, illetve a Disney-től is kaptunk engedélyt, úgyhogy például itt a játszószobába, hogy az ő engedélyükkel került fel a Mici Mackó. Az alapítvány már korábban is végzett hasonló tevékenységet a gyermekklinikán, illetve játékos foglalkozásokat is tartanak több alkalommal a kórház kisbetegeinek. Bár a sebészeti osztály egy kisebb egység, mégis nagy öröm a dolgozók, a szülők és a gyerekek számára is ez az apró gesztus. Itt ez jelenleg egy 6 kórtermes és 26 ágyas osztály, ahol vagyunk, és itt vagyunk gyakorlatilag szinte mindig telt házon, vagy kisebb-nagyobb hiányokkal, de így dolgozunk. A mesefal bemutatása után egy kis meglepetéssel is készült a Nevetni Kék Alapítvány. Egy általuk készített kincses ládával is kedveskednek a gyerekeknek. Igazi kincses láda, hogyha kinyitjuk, akkor különböző életkoronként a kártyán van a titok 0-tól 1 éves korig. Természetesen a sebészeti osztály dolgozói is megköszönték az önkéntesek munkáját, a jövőben pedig további együttműködésekre is nyitottak a felek. Ez mindenkinek könnyebbség, mindenkinek, aki dolgozik. Ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük. De szuper!